Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és rögtön indítunk mai adásunk rövid tartalmával. 23-áig várja a jó állapotú ruhaneműt a Vurc iskola. Nem csak a fürdőzni vágyókat várja Tamási. Látogatható a Tamási Galéria idei első kiállítása. A Tamási Állatvédő Egyesület fontos akciójának részletei. A textil újrahasználatot, illetve a textil újrahasznosítását hivatott támogatni az a program, melyhez a Vurc Ádám általános iskola is csatlakozott. Az intézményben működő diák önkormányzat elhivatott az újrahasznosítás népszerűsítése mellett, hiszen nem ez az első ilyen akció, melybe bevonják a diákokat. Hogy miről is szól a program, nézzük meg együtt. A Vurc Ádám iskola újra egy olyan kezdeményezés mögé állt, amely a gyerekek környezettudatosságát hivatott erősíteni. Ezúttal a Sulizsák program Göncölj a földdel alcímmel meghirdetett kezdeményezést hozták az iskola falai közé. A diák önkormányzatnak a vállalása ez. Van egy kiemelt szempontja az iskolának, ugye szeretnénk ökoiskola lenni a jövőben, szeretnénk ezt a címet megszerezni, és hát ebben a projektben az újrahasznosítás, az újrafelhasználás egy nagyon fontos kiemelt feladat, és ennek keretében vállaltuk mi is ezt föl a diákokkal. Karácsony előtt elkezdtük már a gyűjtést, illetve hát a felhívást kiküldtük. Ebben a Sulizsák programban küldtek nekünk plakátokat, amiket a szülőknek és a gyerekeknek is kiadtunk, és ezen ugye fel van sorolva, hogy mi mindent lehet gyűjteni ebben a programban. Tehát női, férfi, gyerekruhákat, lehet cipőket, táskákat, sálakat, ágyneműket, függönyöket lehet gyűjteni, ami jó állapotú. Tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy jó állapotú legyen, mert utána ezek a ruhák textilválogató üzembe kerülnek, ahol át fogják őket válogatni, aszerint, hogy mire, hogyan lehet használni őket, és a nagy részük bálázva aztán külföldre fog kerülni, és újra hasznosítják, tehát újra felhasználása a legfontosabb szempont, nekünk is ez volt a legfontosabb szempontunk, és tényleg csak azok a ruhák, amik nagyon elhasználtak már, vagy azok a cipők, egyebek, azok kerülnek aztán géprontyként, vagy egyéb ilyen helyekre felhasználásra. Tehát nagyon reméljük mi is, hogy a legtöbb ruha az újra fogyasztókhoz kerül. A január 23-áig tartó akcióhoz a gyerekek zsákot igényelhetnek az iskolában, amelybe a jó állapotú ruhaneműt és lakástextilt csomagolhatják. A Vurc Ádám általános iskola diák önkormányzatának eddigi munkája során is fontos volt az újrahasznosítás népszerűsítése. Az elmúlt években számos olyan projekthez csatlakoztak, amely erre hívta fel a figyelmet. Tavalyi évben elemeket és telefonokat használt, telefonokat gyűjtöttünk nagyon sokat, és ebben kiemelkedő eredményt is értünk el, mert a megyében a telefon, illetve az elemgyűjtésben is első helyen szerepeltünk, úgyhogy ezért is kapott a diák önkormányzat pénzt, jutalmat, pénzjutalmat. Most is pénzbeli jutalmazás lesz itt ennél a ruhagyűjtésnél. A diák önkormányzat kapja a pénzt, de az alapítványunkhoz kerül konkrétan, és ott pedig majd a diákoknak a programjaira szeretnénk felhasználni. A diák önkormányzatnak a gyűlésein is, ami minden hónap elején van, erről mi mindig beszélünk. Ugye a tavalyi kampány utóhatásaként kikerültek a folyosókra a szelektív gyűjtőkukák. Ezekről is állandóan beszélünk, hogy a gyerekek úgy próbálják meg szelektíven gyűjteni a kukákba a hulladékot. A diákügyeletesnek is külön feladatuk ez, hogy ők figyeljenek arra, hogy a diákok oda tegyék, ahova kell ezeket a szemeteket. És továbbra is szeretnénk majd az elemgyűjtésbe is csatlakozni a másik programmal, úgyhogy továbbra is ez, de nem csak a diák önkormányzatnak a gyűlésein van erről szó, hanem természetesen az adott órán, tehát a tantárgyakba beillesztve is, akár biológiából, akár technikából, tehát bárhol, ahol tantárgyba illeszthető, a kollégák foglalkoznak vele, sőt már negyedik osztálytól van egy munkafüzetük a gyerekeknek, amit hamarosan meg is fognak kapni, és ebben ez is anyag, tehát erre is fölkészítjük őket, és évvégén erről nekik egy kis online beszámoló is van, tehát már ideje korán, már alsó tagozatban elkezdjük őket erre hangolni. A Vurc Ádám általános iskola kiemelt feladatának tartja a környezetünk védelmét, az újrahasznosítást és ezek népszerűsítését a diákok körében.
A Somogy Tolnai Dombság szívében fekszik Tamási, amely település számos lehetőséget kínál, nem csak a helyieknek. Lehetőség van az aktív kikapcsolódásra, számos látnivalót kínáló parkerdőben, de kerékpárra pattanva a környező települések is elérhetőek biztonságos biciklis utakon. Ha pedig valaki a testét szeretné kényeztetni, a gyógyvíz nyújtott a jótékony hatásokkal, nos, ebből sincs hiány a városban, hiszen a termálfüldő hamarosan újra látogatható, de mutatom is a részleteit. A téli időszakban kétségtelenül az egyik legjobb kikapcsolódási lehetőség a szaunázás, ami nem utolsó sorban az egészségünknek is jót tesz. A Tamási termálfürdőnek nem csak ez a szolgáltatása nem volt elérhető az elmúlt időszakban. Köztudott, hogy novemberben lángra kapott az épület tetőszerkezete, mely lehetetlenné tette az üzemeltetést. Azonban hamarosan, részlegesen újra birtokba vehetik a fürdőzni vágyók az épület egy részét. Január 29-én részlegesen ugyan, de újra nyit a Tamási fürdő. A részleges nyitás pedig azt jelenti, hogy a szaunavilág teljes egészében és két külső termálmedence, nyilván a öltöző és kiszolgáló épületekkel együtt meg tudja nyitni a kapuit, és legalább egy részét élvezhetik a vendégek a fürdőszolgáltatásainak, ami nagy öröm számunkra, hisz ugye többször is elmondtuk, és mindenki tudja, hogy a megye legnagyobb termálfürdőjéről van szó, a város turisztikai zászlós hajójáról, tehát ez sok mindennel összefüggésben van, ha nem megy a fürdő, akkor állnak a szálláshelyek, a vendéglátóipar, és gyakorlatilag a város egész turisztikai élete megérzi azt, hogy nem működik most már jó néhány hónapja a fürdő. Katasztrófavédelemnek a hivatalos vizsgálata lezárult. Ahogy az sejthető volt, a tüzet elektromos hiba okozta, de emberi mulasztást, illetve az üzemeltető felelősségét nem állapította meg a vizsgálat. Tehát most a biztosítón a sor, és arra számítunk, hogy a biztosító fizetni fog. Ugye a szolgáltatónak van itt biztosítása, üzemeltet a fürdőépület és az egész fürdő, ugye a város tulajdona. Tehát ez lesz majd a következő lépés, de ezzel együtt a leégett tetőrésznek a részleges helyreállítása megkezdődhet, és ahogy az imént mondtam, részlegesen nyithat is a fürdő. A Tamási termálfürdő nem az egyetlen turisztikai attrakciója a városnak. Ez mellett ugye rendelkezünk már látogatóközponttal, dámponttal, itt a fürdő közelében, kerékpárutakkal és a fenyves kilátó környékén is egy kisebb turisztikai attrakciót alakítottunk ki, amely főleg a nyári időszakban szintén népszerű a ide látogatók körében. De nem csak Tamásiban gondolkodunk, hanem Tamási és környékét szeretnénk egységes turisztikai rendszerre fejleszteni a következő egy-két évben, de ehhez mindenképpen kell az, hogy a Tamási fürdő működjön. És itt nem csak az új fürdőről beszélek, hisz itt a Tolnatáj televízióban is volt arról szó, hogy megkezdődött, sőt le is zárult a régi fürdő újjáépítésének tervezési szakasza, és jelenleg a feltételes közbeszerzés is kiírásra került, összekapcsolva a leégett fürdőrésznek a rendbetételével. Tehát várhatóan egy beruházás, egy projekt keretében újul meg teljes egészében a város régi strandfürdője és a leégett új fürdőépület is. A Dám központba látogatók Tamási múltjáról és jelenéről találnak ismertető anyagot, az emeleti körtoronyban pedig egy kiállítás várja az érdeklődőket, ami vadászati, természeti és néprajzi ismereteket egyaránt felvonultat. De mert hogy a tapasztalás a legjobb, érdemes utána útra kelni az év bármely szakában. Mindenképpen érdemes Tamásit a téli időszakban is felkeresni. Most már jó pár éve azért nem csak a nyárról szól a Tamási és környéke, tehát nem csak strandolunk vagy kempingezünk, télen is érdemes akár hétköznap, akár hétvégén ellátogatni, nyilván távolabbról hétvégére érkeznek inkább a mi vendégeink is. Például a Dámpontban el lehet kezdeni egy nagyon kellemes hétvégi programot, nagyszerű ismereteket lehet szerezni, akár a tablóinkról, akár a kvízjátékokkal, és most például adunk a belépőjegy mellé egy nyomkeresőt, amivel neki lehet vágni utána az erdőnek.
és meglátni, hogy miket nem csak a hóban vannak nyomok, ugye volt sok csapadékeső, és akkor most meg az egész megfagyott, úgyhogy azért vannak itt oda a fagyott nyomok, amit jól be lehet azonosítani. Ehhez lehet előtte nálunk a Dánpontban a vízjátékokon megtudni többet az állatok téli viselkedéséről, vagy életéről, és hát ugye azt gondoljuk, hogy télen azért ő a természet alszik, de vajon alszik-e mindenki, mert hát nem. Tehát mozgás az ilyenkor is van, érdemes a nyomába eredni az állatoknak, vagy akár a növények téli életét megfigyelni. Több turista útvonal, jelzett turista útvonal is indul, ami nagyon kellemes kikapcsolódást nyújt. Rögtön itt a Dánpont mellett indul fel az egyik út, ez egy, hát egy körülbelül másfél kilométeres séta, egy fakilátóhoz vezet. Gyönyörű a kilátás, és nagyon szép maga az út is. De ugyanígy tovább haladhatunk, és a Vadasparkban is, hogyha a nagyobb túrát választja valaki, akkor annak is ugye a legmagasabb pontján egy gyönyörű kilátó van, az erdőre és a környékre van kilátás, és hát elindulhatunk a régen Vas kilátónak nevezett Várhegyi kilátóba is, ahova télen ugyanúgy érdemes felkeresni vagy eljátszani a játékokon, kipróbálni ott is az interaktív táblákon a tudásunkat, illetve ismereteket szerezni. És hát a kilátás az szintén gyönyörű, nagyszerű fotókat lehet télen is csinálni. A helyiek körében egy közkedvelt hely a parkerdő, és amíg számukra is újdonság számba menő, Dánpont is belopta magát a szívükbe. Én szerencsére itt lakom a közelben, szóval én nekem, hogy megnyílt ez a látogatóközpont, ez egy nagyon jó program lehetőség volt számomra, és a barátaimmal nagyon sokszor járunk le ide suli után, meg most ugye lyukas órában. Igazából itt a légkör, meg a környezet elképesztően gyönyörű télen is, nyáron is, ősszel is, tavasszal is. A kiépített kerékpárutak jó lehetőséget kínálnak azoknak is, akik nem szívesen ülnek bringára. Ugye azt szokták mondani, hogy nincs rossz időjárás, csak rossz öltözet. Vastagon felöltözve, meg hát ugye télen többen sétára használják, inkább sétára, kocogásra a kerékpárutakat. Kiváló, gyönyörű, és egészen mást mutat télen, mint nyáron vagy tavasszal. A Tamási Galéria állandó kiállítási része mellett havonta időszaki kiállításokkal várja a művészet iránt érdeklődő nagy közönséget. A kortárs képzőművészet csaknem minden ágából rendeznek itt bemutatót. A Miszlán Nyaranta megrendezett képzőművészeti alkotótábor műveit minden évelején láthatjuk. A változatos technikákkal készült alkotások középpontjába ezúttal az életképzelet állt. Nézzük, milyen alkotások születtek erre a hívószóra. A Tamási Galéria 2022. évének első kiállításához az anyagot a Miszlárt művésztelep biztosította, amely már hagyományszerű a tárlatok sorában. Az ünnepélyes megnyitót a Vürc Ádám Általános és Alapfokú Művészeti Iskola trombita szava tette színesebbé. A Miszlai Kúria hosszú évek óta ad helyet az alkotó tehetségeknek, 2020 nyarán a művésztelep már 10 éves fennállását ünnepelte. Férjem mindig meg szeretne menteni egy darabot az épített örökségből, és elsősorban a kúria megmentése volt a cél, aztán utána jött, hogy mire használjuk, és a barátaink révén jött ilyen, hogy művésztelep, aztán volt zenész barátunk, a Dinyés Soma, ő mondta, hogy csináljunk mesterkurzusokat, és tulajdonképpen kialakult 10 év alatt, hogy az ideérkező művészeknek adunk lehetőséget a megnyilvánulásra, a továbbképzésre, együttlétre, és hát mi is jól érezzük velük magunkat. A 2021. évi művésztelep a 11. volt az alkotótáborok sorában, amely az imagináció, az életképzelet hívószót kapta. A Tamási tárlat megnyitásán a művészek közül többen is részt vettek. A szakmai részét azt mindig a kurátor végzi, jelenleg Uszkai Tekla már 2 éve, ő találja ki a tematikát, tulajdonképpen közösen hívjuk meg a művészeket,
arra figyel, vagy emberileg is mindenképp mindenki jól érezze magát ez a 10-12 nap alatt, amíg együtt vagyunk. Most már kialakult egy ilyen erős mag, és ahhoz hívunk mindig 4-5 másik művészt. És mindig nagyon jól sikerülnek ezek a beilleszkedések, együttlétek, hosszú esti beszélgetések, bemutatkozások. Rengeteg program van, tehát színészeket hívunk. A Kaposvári Színházból minden évben jön egy vagy két színész, aki kapcsolódik a tematikához. Szabó T. Anna is volt, tehát mindig igyekszünk gazdagítani ezeket az együttléteket. Olyan szavakkal, gondolatokkal foglalkoztak többek között, mint az alapállás, a normális ember képzelete, a szabadság és a bölcsesség fogalmai, a művész és a művészeti társadalom helyének problémája, illetve a közösség erejének fontossága. Az alkotók a Kossuth-díjas magyar filozófus Hanvas Béla Mágia Szutra című művét, annak gondolatiságát vagy kiragadott részleteit tekintették témájuk forrásaként. A Miszlai Kúria egy olyan szigetté vált az alkotók körében, ahol a művészek és a szervezők szellemi szabadságban valósíthatják meg azokat a műveket, melyeket aztán a nagy közönség elé tárnak, többek között Tamásiban is. A képzőművészet iránt érdeklődőknek február 6-áig van lehetősége megtekinteni a Tamási Galéria falait díszítő alkotásokat, amelyeket az ország határon túlélőkhöz is elvisznek. Vírushelyzet arra is rádöbbentette az embereket, hogy mennyire fontos, mert eddig sokkal természetesebb volt egy kiállítás, egy koncert vagy valami. Most az, hogy elmehettek, nem mehettek, sokkal értékesebbé teszi szerintem ezeket a lehetőséget, ezeket az alkalmakat. Jelenleg Magyarországon a legnagyobb állatvédelmi problémát a kóborállatok mennyisége okozza, tapasztalja ezt a Tamási Állatvédő Egyesület is, akik a befogás után ezeknek a jószágoknak próbálnak gazdit találni, ivartalanítás után. Amennyiben nem tenyésztésre szánt kutyáról van szó, nem kérdés, hogy milyen fontos elvégeztetni ezt a beavatkozást. Az anyagi ok most nem lehet a gazdik részéről magyarázott, hogy miért nem végeztetik el ezt a beavatkozást, hiszen a Tamási Egyesület egy lehetőséget kínál a számukra. Hozom a részleteit. A Tamási Állatvédő Egyesület jó kapcsolatot ápol a Bonyhádi Kira Völcsék Kutyamentő Egyesülettel, akiknek köszönhetően kialakult az a svájci kapcsolat, amely most egy ivartalanítási akció lehetőségét hozta el Tamásiba. Van egy svájci kapcsolatszervezetünk, ők a Hundehilfe Ungarn, és nekik köszönhetően tudjuk ezt megvalósítani itt Tamásiban. Van egy keretösszegünk erre, az ivartalanításra, és folyamatosan, tehát igyekszünk évvégéig is akár kitartani ezt az akciót, de nyilván majd a támogatásoktól fog függni, hogy meg egyáltalán az igényről, hogy mennyire lesz rá igény. Bárki igénybe veheti, de elsősorban azok jelentkezését várjuk, akiknek nehéz kifizetni az ivartalanítás árát, de mindenki igénybe veheti, aki szeretné. Első körben tamásiak, és ahogy az anyagi támogatási forrásunk engedi, lehetőségeinkhez mérten Tamás és kistérségére is ki fogjuk terjeszteni ezt az akciót, illetve nem csak a kutyákra tervezzük ezt az akciót, hanem a cica tulajdonosok is részesülhetnek majd ebben. Semmi más nem kérünk a gazdiktól. Ugye megvannak az előzetes időpontegyeztetések, személyesen hívok fel minden gazdit, és tartom az állatorvosokkal a kapcsolatot. Annyit szoktunk kérni, hogy az oltási kiskönyvet fényképezzék le és küldjék át, illetve a kutyusról egy képet, hogy majd itt az akció végén szeretnénk egy ilyen kis montást összerakni ebből az elkészült műtétekből. Megvannak a mi állatorvosaink, akikkel ugye mi rendszeresen műtetünk, illetve akikhez járunk. Tőlük be lett kérve egy hivatalos árajánlat, ami ugye tovább lett küldve a svájci kapcsolatszervezetnek, és ennek függvényében tehát két állatorvosunk van, akiknél ezeket a műtéteket el lehet végeztetni. Az ivartalanítás rendkívül fontos dolog, amellett, hogy számtalan felesleges szaporulattól megkíméli a gazdát, a környezetet, kevesebb lesz a kóborállat, megszűnhet a szökés, csavargás, és még a betegségek is megelőzhetőek általa. Egy nagyon-nagyon fontos dolog a kutyáknál is és a macskáknál is. A kutyáknál én arra hívnám fel a figyelmet, hogy az ivartalanítással nagyon-nagyon sok probléma megelőzhető. Például a szökések, csavargások is megszűnhetnek azáltal, hogy ivartalan egy kutya. Ezen kívül rengeteg betegség megelőzhető ezzel. A szukáknál csak a méhnyakrákra gondoljuk, méhrákra, a kankutyáknál a prostata, heredaganat, és ezzel mind ezek a betegségek megelőzhetőek, hogyha időben ivartalanítatja a gazdia a kutyát.
Vannak tévhitek, mint például, hogy a szukakutyának legalább egyszer ellenie kell, hogy jó természete legyen, maradjon. Ez egy butaság. Tehát amikor az ivarérett kort eléri, akár kan, akár szukakutyáról beszélünk, nyugodtan lehet az ivartalanítatást elvégezni. Én azt gondolom, hogy ha valaki felelős állattartó, akkor csak azt a kutyát vonja bele a tenyésztésbe, amelyik származási lappal, azaz törzskönyvvel rendelkezik. Hogyha nem rendelkezik ezzel, akkor az nem tenyésztés, az szaporítás. Azt pedig mellőzni kellene, mert annak rengeteg veszélye van, és nem véletlenül vannak tele a menhelyek, meg az állatotthonok a kitett kutyákkal. Szóval azt tenyészten, aki tenyésztő, és ne szaporítson senki. Úgyhogy én csak azoknál a kutyáknál javaslom, hogy ivaros maradjon, és ott is persze az egészség megóvása ellen ez mehet érdekében. Akik származási lappal rendelkeznek és tenyésztésbe készülnek, akiknél ez nem kérdés, ott az ivartalanítás egy nagyon fontos és elsődleges megoldás. Akad néhány kivételes eset, amikor nem ajánlott az ebb ivartalanítása, de a Tamási Állatvédő Egyesület azt tanácsolja, ha ezzel kapcsolatban kérdés merülne fel a gazdikban, kérdezzenek. Az állatorvosok is azt ajánlják, hogy ilyen 7-8 hónapos kortól már lehet ivartalanítani, tehát amikor ivaréretté válnak. Nem lehet ivartalanítani, amikor éppen a szuka tüzel, az alatt az időszak alatt, mert ugye ez veszélyes lehet az életére, illetve a magas vemhes kutyákat nem lehet ivartalanítani, az azt jelenti, aki az utolsó pár napban van már az ellés előtt. Az idős korú kutyáknál esetlegesen, ha olyan a szív problémái lehetnek, vagy ilyesmi, hogy nem merik elaltatni, esetleg akkor van ebből gond, hogy nem lehet már ivartalanítani, de ezt minden esetben az állatorvossal meg lehet konzultálni, hogyha kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. A nem kívánt kölykök születésén túl kedvencünk egészsége is múlhat azon, hogy ivartalanítatjuk-e, vagy sem. Doktornál járunk, ugye rendszeresen megyünk, visszük az állatainkat ivartalanításra, műtétre, egyebekre, és a doktor olyasmit mondott, ami szörnyű, mikor meghallottuk. Egészen rövid idő alatt, egy hét alatt 41 néhány kutyát kellett műteni, és az mind, csak arról beszélek, akik amiatt betegedtek meg, hogy ivarosak voltak. Az akcióra a Tamasi Állatvédők @gmail.com e-mail címen, vagy személyesen a polgármesteri hivatal portáján lehet jelentkezni, de a részleteket megtalálják a Tamasi Állatvédő Egyesület közösségi oldalán is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!